Út Zoltán vagyok, 1929. november 1-én születtem Maglódon, Pest mellett. Apám villamosvezető volt, a Beszkártnál, édesanyám háztartásbeli. Én voltam a családban a negyedik gyerek. A legelső lány, Irénke, háromnapos korában meghalt. Édesanyám 1934-ben szintén meghalt. Öcsém akkor volt 2 éves augusztus 30-án, ő augusztus 30-án halt meg. Másfél év után apám megnősült, jött egy édes mostoha, aki, mint a versenyben is írom, nem simolta meg a kis fejemet soha. De nagyon nagyszerű asszony volt egyébként, mint ember. De vele kapcsolatban van egy nagyon-nagyon rossz emléke. Mert amikor édesanyám meghalt, és apám megnősült, akkor elköltöztünk abból a házból, ami már majdnem ki volt fizetve. Az még egy 3 év, és milyen lett volna a ház. Most annak a helyén 2-300 szögeles telek van, és emeletes házak vannak rajta. De nevelő anyánk nem akart abba a házba maradni, amelyben anyám meghalt. Így elmentünk. Attól kezdve apámnak soha nem lett saját háza. Örökké csak vándoroltuk egyik helyről a másikra. Csak Maglódon, mikor iskolába jártam, 4 helyen laktunk egyetlen év alatt. És amikor kint, amikor először elköltöztünk a házból, egy ezredesnek a lakásába, vett ki apám egy 2 szobás utcai lakrészt. És ők oda voltak a hurcolkodásban, még nem fejezték be a kocsival hordták a holmikat. Még volt, amit el kellett hozni, és elmentek. És kimentünk játszani a kertbe, nagy szép kert volt, dáliákkal, rózsákkal teli. És a házi asszony megkérdezte, hogy édesanyám mikor jön? És én mondtam, hogy ez nem az édesanyám kint van a temetőbe, majd karácsonyra fog hazajönni. Nekünk ezt mondták, ebben bele is írom. És azt mondták, hogy majd akkor jön haza karácsonykor, ő csak a nevelő anyukánk. Addig lesz itt, amíg anyukám hazajön. És közben megjöttek a szüleim. Lepakoltak, bejöttek. És a házi néni, aki lett volna házi néni, mert apámtól kérte egy havi előleget, apám ki is fizette. Azt mondta, hogy én nem tudtam, hogy ez magának nem a felesége, nem az édes felesége. És a gyerek mondta, hogy az édesanyja az a temetőben van, ez neki a mostoha anyja. Nem mondta azt, hogy mostoha anyja, nem is volt róla szó. És ezt hallotta a nevelőanyám is. Apám bejött a lakásba, oda hívott, gyere csak ide. Mit mondtál te, hogy ez nem az édesanyád? Mondom, én nem mondtam, hogy nem az édesanyád, csak azt mondtam, hogy az én anyuka kint van a temetőben, és majd karácsonyra hazajön. 6 éves voltam. És osztályba jártam. Ez körülbelül november valahányadikán volt. Elsőjén voltam 6 éves. És akkor apám elvette a derékszíját, és visszajút végigvágott rajtam. Nem fogod azt mondani, hogy az édesanyád? Nem szóltam semmit. Megint rám ütött a csatos végével. Szájon vágott úgy, hogy elindult az orrom vére. Nem mondaná azt rögtön, hogy az édesanyád. Nem szólta megint egy szót se. Ütött, vert magából kivetkőzve. Leírtam a naplomba, le van írva, hogy sohasem láttam még ilyenek az édesapámat. És hogy ilyen nagy bajt csináltam most ebből. Most őnek engem agyon kell, hogy üssön, mert ezt nem fogja túlélni. Úgy ütött vert, vagy 5 percig, kék zöld lettem. Könnyeztem, nevelőanyánk meg csak állt és nézte. Na én akkor magamban megfogadtam, ömlöttek a könnyeim, amik voltak. Én bizony soha nem fogom meg azt mondani, hogy az édesanyám. Már csak ezért sem, ott áll és néz. Apám már önkívületi állapotban volt szinte, de még mindig ütött.
leestem, fogtam a divány, a nyugányok a szélét, lezuhantam a padlóra, a kőre. Az fel rögtön felálltam, megint kettőt végighúzott rajtam a széjjal. Már nem volt a könnyeim se. És akkor mondta a nevelőanyánk, hogy ne is jövő, már látod, hogy már csupa vér az arca. Na akkor behoztak egy bödör vizet, öntöttek a laborba, lemostam magam. Két hétig kék-zöld voltam, nem mehettem iskolába se. Persze, az ő gyerekei oda jártak, ahol én az egyik, az iskolában mindenki megtudta. Úgyhogy attól kezdve öt lépés távolság, minden gyerektől ebben a tanára kioltatták, hogy senki ne szóljon semmit, és így alakult az én első osztályom. Az első találkozásom a nevelőanyámmal. A Garai utca 23-ban voltunk apám öcsénél, mert Pecsést el kellett hagyni. Pecsésen laktunk akkor. El kellett hagyni, mert kiürítették a németek. Lángszorról égették fel a svábok házait. Senki nem maradjon ott. Mindenki hagyja a Pecsést. És jött a Horthy pucs. Délután Szálas átvette a hatalmat. Október 15-én. 18-án az első hat parancsa volt, hat kötelezettség, 15-től 60-ig. Hát én november 1-én lettem 15 éves. 3-án nagybátyámmal mentünk jelentkezni. Önként kellett jelentkezni, mert aki nem jelentkezik, az felkonszoltatik. Méteres plakától. Sokféle plakától. És amikor kaptam egy sapkát, egy bakancsot, egy bajnétot, ma is megvan. Semmi mást. És közben elkezdték, ez a Garai utcába történt, mert pont a Garai utca és a Neferes sarkán. És ott volt egy piac is, a Garai téri piac. Elkezdtek akrázni, szaladtak az emberek össze-vissza. Na mi is így foglaltuk szaladni valahova, egy lépcsőházba, mert ez egy felszinti borbi üzlet volt, és nagy ablakkal. Repesz beütött az ablakot, egy asszony húzta a férjét, haláltékába csorgott a vér a férjének. Egy halott gyerek volt a kezébe. Úgy jöttek. Hát ez hát is elmentünk haza. Én bizony nem mentem. Nem, igen, másnap mentem jelentkezni, a szomszédházban voltak. Garai utcára viszont sarká volt egy hadtáp. Oda mentem jelentkezni, hogy itt van a papír, ilyenkor is akkor jelentkeztem. Egy főhadnagyhoz osztottak be. Segédmunkára, takarítani, meg ez az amaz. Mert nem kellett a gyerekeknek ott harcolni. A katonaságnak a fele nem harcos, csak kiszolgál a személyzet. Na csak én abban a likőrgyárban dolgoztam. Én bizony mentem én a likőrgyárban dolgozni. Pár napig még. És akkor jött velem katona is, vételezni, ott kiírtak nekik, mert 5 liter pálinkát akkor hozták. És hát ez így ment november, vagyis na, januárig. Január 11-én aztán mentem volna, mert én közben a Garucában laktam, a 23-ban. Ne felejtsük fel, ott volt egy 100 méterre, és a sarlóképület alatt volt egy garázs, ott volt a hadtáp vezetősége. 73 fő, mentünk néha ebédére a keletihez, kanákkal. És 73 főre vittük az ebédet, de már csak hogy 50-en voltunk, mert többiek már megléptek civil ruhákba. És nem tudtam menni, mert a sarkon már leállt egy aknavető, és onnan tüzelt a Rákóczi út felé, körút felé. Visszahúzódtam. Ezek szovjetek voltak. De közben románok is jöttek. A románok addig jöttek be. Másnap a románokat kivonták a forgalomból. Pestre el is vitték a románokat. Hogy csak a szovjetek szabadítsák el a várost, a románok. És akkor lettem hadifogoly. Mentem a 23-ba kapu alá, oda szaladt egy szovjet katona gépisztolyjal. És a céltáblára kezdett lövöldözni. Ott a céltáblák. Hát nem láttak semmit. És akkor mondta, hogy Nyíveszki szólát, hogy német katona van, nincs van német katona, én meg Levente vagyok. Hát az voltam Levente. Nem mondtam, katona vagyok. Na azt mondja, majd akkor Lajszomba vesznek, menjek oda hátra, ott van egy fejadány, majd
fogságba, így kerültem fogságba. Két nap után elengedtek, hát bebizonyítottam, hogy 15 éves vagyok. Épp hogy elengedtek. Nem foglalkoztak tovább velem. A utcánkba, a Bány utcába, a Vesésen lakott egy fiú. Kettő lakott. Hát azért nekik van ennyi, meg ennyi pénzük. A fiúnak az anyja elvált asszony volt, Majlát Pistáé. Hát mondjuk, gyerünk neki, elmegyünk, átmegyünk Csehekhez, Letmeni határon át. Jön is május 1-e. Lemegyünk, aztán majd megyünk valamerre. Menjünk el. Menjünk. Én is mondtam, elmehetünk. Akkor már villamoskalóz voltam, 17 évesen. Úgy vettek fel, hogy apám is ott dolgozott, meg bátyám is, nővérem is. És én voltam a legfiatalabb, és engem is fölvettek. Na de hát annyi pénz volt, hogy épp elég volt ruhára. Úgyhogy nem lehetett abból semmit csinálni. 2 forint óra bérem volt. És mondtam apámnak, hogy elmegyünk Németországba. Nagyon ellenezte, hogy ne menjünk. Jó, nem megyünk. Másnap beszéltünk, úgy délután a fiókkal. Menjünk el. Na, elmentünk Üllőre, ott felszálltunk a vonatra, eljöttünk a Vásárosnaményig. Vásárosnaményba elmentünk. Egy éjszakai szórakozó helyre, az volt nyitva. És mondtuk, hogy legkönnyebb átvenni. Hát lementünk kis vonattal Cigányra. Nem ment odáig a kis vonat. Cigányon él bátyámnak egy ismerőse. Oda mentünk, mondtam, hogy hol tudunk itt leghamarabb átmenni a határon. Hát itt meg itt. Jó, el is mentünk. Éppen egy nagy táncra készültek, maradjunk itt éjszakára, táncolunk. Nem mondom, akkor reggel nem leszünk ott május 1-én elmedzve. 15 kilométer. Határőr főadagot egyébként a bátyám ismerőse. És el is indultunk, átmentünk. Nem volt határ. Helmezre, világosra ott is voltunk. Meg volt a csinadalat, ez az amaz, 2:30-kor elindultunk. Igen, de már megijesztünk. Nem volt mit enni. Pénzünk még nem volt, hogy tegyünk valamit. Károly Jocinak volt egy Tilka bátyja, azt mondja, már is melegek vannak, meleg melegek voltak. Odaadtuk egy 1/2 kiló szalonáért, meg 1-2 kilós fehér kenyérért. Odaadta. Na, eltünk, elindultunk a határ fele. Melyik itt a legközelebbi állomás? Hát a Csapi. Jó, akkor menjünk oda, erre meg arra menjünk. Mentünk, de sehol elérek. Majd jött egy gyerek, csörgött a biciklin az acskóba, italos üvegek. Elment előre, ott nagy orosz éneklés volt. Olga, Volga, meg stb. A nőrászerűség. Oda vitte a vodkát a gyerek. Jött visszaüres üvegekkel. Kérdezte, hogy mennyire van még egy. Azt mondja, hát ott az a ház, kilométer. Elmentünk. Oda megyek, bezörögtem. Iszonyú ugatás. Német juhász. Nem jön ki senki. Kiabálok, nem jön ki senki. Na mit, ki tudja megmondani, hogy van egy vasút, hogy hol tudunk Csapra menni. Az ott van a magyar határon Csap. Látom, ott van lemesz egy vagon, rajta egy ilyen piros zászlagra szoktak ítélni a kocsikísérők. Gyerünk oda, csak lesz valaki. Égbe a gatyába, hosszú gatyába, egy ember fekszik a mellett a fűn, mindjárt kocsi mellett. Egy szuronyos puska, szuronyja leszúrva, oda támaszolva van. Fölráztam, fölkiabáltam, ittas volt erősen. Ránk néz. Tudugrik, beszaladt, felkapta a tisztikabátot, de a gatyába. Tiszti sapka, látom, hogy főhadnagy. És mindjárt azt mondja, hogy hova, mit akarunk itt, oroszul kérdezni, nem nagyon értem, mondani akar. Nem tudtam oroszul. Legalábbis minimális át iskába tanultunk, de csak a Volga hát tanultunk meg, semmi más nem tudtunk. És akkor mondom, hogy Csapra akarunk menni, Csap. Ez megy Csapra. Majd mindjárt telefonál, jön egy katona, elkísér bennünket Csapra. Na, közben jött egy tiszt, aki felügyelő határon, lóháton.
mondja a katona neki, hogy mit akarunk. Az elment. 20 perc múlva volt egy katona gyalog. Na, az lekísért bennünket Csabra. Közben megálltunk, mert volt egy kilométer. Volt még a kenyérben, a szalonából ettünk. Majd kiesett a szeme. Na, adtunk neki is egy darabot. Hagy fogjon el. Mentünk a Csapi állomásig, akkor még nem ilyen volt, mint most. És ajtóba állt egy katona, annak átadott bennünket, papírt is kapott róla. Katona bekísért bennünket oda, krumpli zsákokat végig a fal mellett, fűs kegyetlenül, magok, minden büdös. Meg vagy 20 asszonyú gyerekek, felnőttek férfiak. Vagy egy fél óráig ott voltunk, kijött egy főhadnagy, orosz, és mondja, hogy ők az újak. Azt mondja, igen, ők. Na, üljünk le, egy zsákot ledítettünk, ráültünk. Két gyerek már fáradt volt, közben este letett, fáradt is volt, hogy két srác elaludtak. Szóval ott az volt a helyzet, hogy akit csak lehetett, elfogtak. Mindegy, hogy milyen alapon. Na, hogy 2 óra múlva ránk került a sor. Helyekén bementünk, adatokat fölvették mindazt, majd telefonálnak Pestre, hogy a papírjaink megfelelnek a valóságnak. Akkor nem volt személyiségi, ekkor is papír volt a bejelentő könyv. A papír. Már volt kis fekete bajuszom, minden 18 éves voltam. És akkor azt mondja, hogy nem vagyok egy idősebb. Nem, mert azt mondja, hát egy gyerek is, 15 éves, hát legalább 20. Nem mondom, mennyi idős, hát ott vannak a papírjai. Papírt lehet csinálni, magyar tolmács volt, kárpát, hogy egy magyar. Na jó, mondtam, hogy gyerekek, hogy vészére kell menni. Na, szólt egy katonának, kísérjenki belőket a vécére. Kikísért, visszajöttünk. Kivilágosodott, elkísért bennünket egy katona, hármunkat, átkísért egy katona határőrség laktanyájához, határőrség irodájába. Újra kihallgattak bennünket, újra elmondtuk ugyanazt. Jó, aztán majd telefonálnak, hát mondom, már telefonáltak, nem, még nem telefonáltak, mert most a Szovjetunióban ünnep van, mint máshol is. És még nem tudták megérdeklődni, hogy igaz-e, amit a papírra rajta van. De hogy nem tudták. Egész nap ott voltunk, este megint kihallgatás, már akkor más volt. Egy főhadnagy. El kell mondani mindent. Másnap reggel adtak egy alumínium tányér, köleslevest, 6 szem köles, ilyen 20 dekány fekete kenyér, mint a víz olyan. Ez így ment 4 napig. 4. napon ott volt egy borbély, levágták mindegyiknek a haját kopaszra. Azért le kell vágni, mert meg kell nézni, nincs rá tetoválva valami üzenet. Röhely, mondtam, hogy nem lehet ez egy hülyeség. Hát úgy nem tudja megnézni, nem, levágták. Na akkor elkísértek bennünket a városon keresztül. Na, megjött már a telefon? Nem válaszoltak semmit. Teltek, múltak a napok, persze ott is mindjárt kihallgattak, ugyanazt elmondtuk még egyszer. Orvosi vizsga, mi egymás. És azt mondja, hogy nem igaz, hogy mi annyi idősek vagyunk. Hát mondom, hát egy hete vagyunk itt. Nem tudták megérdeklődni, megtelefonálni. Vagy akár... Na mindegy. 24-én tárgyalás. Padlón aludtunk, nem volt semmi. A ablak már le volt véve, Kárpátokban már hideg van. De el volt téve az ablak, mert május első elmúlt. 16-an voltunk egy 8 személyes szobában. De se állt semmi, csak a padló. Bakancsot levettem, túra bakancsot rajtam. Fölmaráltettem, aztán kaváttal félig betakaroztam, félig nem. 24-e tárgyalásra. Menjünk a tárgyalásra. Nekem volt egy készülő ügyem, nem velem kapcsolatban, nem bátyámnak, hogy fölrobbantott egy boltot a Galéca 23-ba, és onnan elvitt egy oldalkocsi motorkerékpárt.
Nem igaz, mert a házmester mondta a szövet katonának, hogy lője a lakatot, ott van egy oldalköcsi és motorerékpár. Elvitték, ott is benne, benzint be is indult, el is vitte. És egy zsidó asszonyé volt a különbizáró üzlet, aki állította, hogy bátyám lőtte le a lakatot. Azt mondta, hogy hívják, házmester. És bátyámat följelentette az a nő. De amikor bátyámmal nagyon hasonlítunk, öcsémmel is, nagyon hasonlítunk. Amikor itt volt a öcsém Brazíliából, összetépeszett vele, annyira hasonlítunk. Csak az ő haja feketébb. És kirendelt védőügyvédet kaptunk. De késett. De már folyt a tárgyalás, hát alig értettünk valamit, hát nem értettem én, amit magyaráznak. Nem volt tolmács. Lett volna tolmács állítólag az ügyvéd. És akkor bejön egy ügyvéd, aki nekem nagyon ismerősnek tűnik. Hát a tárgyaláson, ahol bátyámat nem ítélték el, mert bevizetett, hogy nem ő volt, nem ő lőtte le, volt 20 tanú, akár hogy egy szölt katona lőtte le. Az vitte el a motorerékpárt is. És akkor volt még vagy 10 perc, fél óról terítéltek mind a hármunkat. Két év, kicsinek egy év. Akkor, ha egy évvel hamarabb, 10 évet kaptunk volna. Nagyon szigorú ítéletek voltak. Mondták is nekem, hogy ilyen olcsó megúsztuk. És oda jön hozzám az ügyvéd, kinyissa az arany cigarettatárcáját, meg rá egy cigarettával, hát elfogadtam. És akkor ugrott be, hogy ez Lendvai Győző. Az az ügyvéd, aki ott képviselte bátyámat, meg engem is a tárgyaláson. Az ungári börtönben én közözárkán voltunk, emeltes ágyak, stb. Ágyak, pricsek, se takaró, semmi. Majd két hét múlva engem elvittek egy magánzárkába. Napfényes magánzárka, két, hát akkora, mint másfél, két és fél méter onnan, mert az a rész. És két ablak, napnaposított. Ott voltam 3 hétig egyedül. Majd egy ottani boros nagykereskedésnek már kállapasítva volt. A fiát betették hozzám, mert az kap mindig kaját kintről, meg kenyeret, és a börtön kaját duplán megehetem. Nem mondták, csak tudom, hogy ezért csinálták. Ott volt 2 hétig, őt elvitték, 10 évet kapott egyébként. Vagy 3 hétig megint egyedül voltam, kaptam könyvet olvasni, ha lesz ukránul. Meg Tarasz Grigorjevics Sevcsenko verseskötetét, 500 oldal. 2 hónap alatt végigolvastam egyedül, és 20%-át már értettem is. Na, akkor megint betettek hozzám egy cigányt. Annak is kütéként a lakajákat, a lokopec volt. Azért is ítélték el, lopta a lovakat. Az is kapta a kaját, meg a tányért. Tányérra belekarcoltak a üzenetet, egész leveleket, és itt a koromba bedörzsölték, az lehetett olvasni. A WC, gombnyomásos WC volt, mert csehek építették azt a börtönt. És akkor ott lehetett beszélni alattunk lévővel, mögöttünk lévővel. Egész társadalmat, már tudta, hogy merre, hogy ki, hol ül. És akkor az is utóbb 10 napig. De addig-addig rozoga volt az ajtó, nem rozoga, de ki volt az ajtó egy ekkora szög. Addig-addig mozgatta, 3-4 napig még kiütött a venni, és akkor hasba szúrta magát. És akkor jöttek, hát elvitték. Megint egyedül maradtam. Egyszer csak Zörögnek, Szövet Sámi. Már akkor másodszor olvastam a Kobzárt. Volt, aki segítsen. 50%-át megértettem az ukránnak. Lementünk, papírok összevetettek, közben streambe partizánok megrongálták a vasúti hidat. Akkor még folyt a háború, a Kárpátok, ugye, banderovci, banderisták. És lefújták, visszamentünk a barakba, a szobákba. 5 nap múlva újra sorakozó, addig kijavították a hidat, fölültünk a kocsikra, kivittek állomásra,
és elvittek velünket Lembergbe. Reggelre érkeztünk meg át a Kárpátokon. Lembergben aztán ott voltunk egy hétig, sorakozó, közben 5 nap múlva jöttek, kinek mi a foglalkozása. Én meg szeretem rajzolgatni, azt mondták, hogy ha szépen rajzol, valami jó képű nőket rajzoljak neki. Ott a kiadóablakok, meg minden alatt a fehér beszélés. Csajokat rajzoltam nekik, hogy nem mindennapi. Leveszeltették fel az egészet, akkor veszelt életembe először. Másnap megint rajzoltam. És akkor mi a professzia, mi a foglalkozása? Hát nekem mondom, mi az, én kalóz voltam, nem foglalkozás. Mondták, hogy Hudó Arzsnyik, művész. Nem tudtam, hogy mit jelent. Beírták, hogy Hudó Arzsnyik. Na, egy csoportba kerültem, ami ment Buriát-Mongóliába, Irkutszkba. 360-at kiválogattak, és ki az állomásra. Október 7-én, ott ünnep, vagy 8-án, bevagonizottak bennünket, megint átadtak, átvettek. Ahova ment a sok idő, hogy átadás, átvétel, lábor ki, átvétel, itt leadás, átvétel, megérkeztünk átvétel, be a lágerbe átvétel, aztán állott van zúgó hóva, 17 fok idegbe, félcipőből. Akkor föl a vagomba, negyedet tettek egy vagomba. Dupla prics, csak a deszka, semmi más. Meg ilyen fejléc, fejdeszka. 90 fértünk el oldalt egymás, egy 1936, 4-en a padlón. Én gyorsan fölmásztam, és az ablak mellé. Legalább látok valamit. Irkutszva megyünk. Azt úgy tudtam, hogy Stanko Miska a konyhán dolgozott, és az adta a barakba a kajákat. És mondta nekem mindig duplák kajáthoz. De tele volt rohadt heringgel, szárkával, nem volt jó. Így aztán 25 nap alatt értünk oda, ahol kell. Közben fel a Uralba volt szökés, megálltunk éjjel valamiért, és volt szökés. Gépisztolyozás, minden, álltunk sok, hogy másfél óráig. De elindultunk, hogy mentünk. Novosibirsk, leszálltunk, fürdőbe mentünk, katonaság végig. Addig mi is mosakodtunk, kaptunk 2 kanna vizet egy napra. Én is, hát mire jöttünk volna, készen kaptunk enni. Úgyhogy ahelyett, hogy föltápláltak volna a munkára, lefogytunk. Megérkeztünk, de már a Uralon túl, a patakok szélén már volt jég. Mikor megérkeztünk Novosibirskbe, már 10 centis hó. Megérkeztünk Kitojba, 12 faház, meg frissen csinált dupla vágány, hogy valaki tudjon állni. Naponta 3-4 vonat érkezett, 360 fővel. És hát mire kiértünk, voltunk a 350-en. Kettő meghalt, kettőnek lefagyott a lába, akik nem feküdtek, hát ideg volt. 6-ot meg letettek Szverdlovszkba a lakatost. 8 kilométerre kellett menni a lágerba. Építkezésre mentünk keresztül, mindenhol rabok dolgoztak, főleg nők meg férfiak. Nagy építkezések voltak. Salakból készültek a házak. Ott. Aztán mi bejjebb értünk, ott már voltak téglából épült 5-6 emeletes házak is. Álltunk egy fél órát, mire kihoztak 6 asztalt, 6 széket mellé, és akkor kiáltották a levét, oda kellett menni, kirakták a iratokat. Amikor összegyűlt 50, azt beengedték a lágerba. Hát én a negyedik csoportba kerültem oda, tehát már jó másfél órája ott álltunk. Közben iszonyú szél kerekedett. Az volt az első igazi téli vihar, ezt csak akkor bent tudtam már meg, hogy ez az első igazi őszi vihar. És zuhant a hőmérséklet 22 fokra. És ezett 20 centi hó egy óra alatt. Ott voltunk, mint a birkák összebújó át. Nyári ruha. A őrök is összebújtak. Nem törődtek, hogy ki fog megszökni. Hova? Tajgába? Ilyen viharba. Na, lementünk a barakba, amikor bementünk, le a barakba. 12 lépcső mentünk le. Földalatolt a barak. Háromszoros
fabricsek, fönt ennyire ablak, meg a tető. Tehát alul volt. De ilyen vastag jég volt ablakon, mert 320 embertet bezsúfoltak. Mind ráfagyott a kis ablakra. Később aztán nemzetközi lágerba került, elmondkodtak japánok, koreaiak, kínaiak, de mind hadifoglyok. De mind elítéltek voltak. Német brigádban dolgoztam. Azok is elítéltek voltak. A németek többségét elítélték, 25 év katonákat is. Stalingrádiakat szinte mind elítélték, 20 évre. Azok aztán, amikor Kolkanceller kiment, akkor engedték szabadon 53-ban. Vagy 2-3 napig ott voltunk, közben kint meg 20 alá fog hideg volt. Fölmentünk sétálni, rohantunk is vissza, hát nem voltunk fölöltözve. 5. napon hoztak egy gépkocsival inget, ilyen kalérnékű inget, a katonaság. Ugye a gyárok dolgoztak, de a katonának már nem kellett, leszerelték őket. Kaptunk meleg gatyát, meleg inget, trikót, katonaságit, mind új. Másnap hoztak kufájka nadrágot, vattát, mind vadonatúj katonasági. Tudnélik, ahol voltunk, Kitoly, ami később Angarszk lett, az Angara folyó mellett, majd milliós város. Kiemelt építkezés volt. Mindent kiemeltet adtak, csak a kaját nem. Kaját is adták, amit a svájci elő ír, csak mire megkapta a rab, addig a fele elkapott. Mindenki lopott. Tisztek, katonák, ellenőrök, mind oda jöttek zabálni. Aztán a darab hús megevett 3-4 adagot. 10-30-at meg kell hozni valahol. Na csak amikor aztán jött egy nagy teherautó kufájkákkal. Másnap, 9-én, buslát, ami olyan, mint a kufájka, csak van galéria, meg zsebei. De mind új volt, katonasági, tehát jó első osztály minőség. Hát a gyárak dolgoztak, szóval nem kellett a katonáknak. A katonák leszereltek, a gyárakot nem tudták elbocsátani embereket, meg hát minek a... Ide naponta jön 1000 ember. Amikor oda kerültem, voltunk állítólag 15 ezeren. 5 nap múlva voltunk 20 ezeren. Amikor elkerültem onnan, egy év múlva voltunk 130 ezeren. Ennek döntő többsége elítélt. Mint egy 20 ezer, pedig német, volgamenti német, akiket kitelepítettek. Én dolgoztam velük is együtt, de azok civil dolgoztak, de volgamenti németek voltak, ott is születtek, ahol most Engelsz van. Az, hogy akkor a címünk volt Gorod Irkutsk 16, Irkutsk város 16, mert 16 láger volt, 70 kilométeren, középi Irkutsk. Most ott van kit a város, Angarszk. Mi a 13-as lágerben voltunk. Először oda kerültünk. Jurtákat építettünk, előre gyártott elemekből. Már vagy 20 kész volt, teli emberekkel. Ott aztán belekerültem egy asztalos brigádba a németekkel. Nem sokáig voltam ott, mert nem értettem asztalos munkához. De ezek mind, szóval beszélgettünk a dolgokról. Ezek Leningráddal, a Stalingrádot, hogy fogságba kerültek, úgy kerültek oda. Mind kiváló szakemberek voltak, és szó nélkül csinálták, amit kellett, szóval tudták, hogy nagy bajban vannak, látták, hogy mit okoztak, de nagyon jó szakemberek voltak is. Mind eléges emberek. Jellemző, hogy mi a különbség a magyar és a német katonák, vagy a német nép között, a német mentalitásban, és ez nagyon fontos. Amit más nem vett észre, én mint gyerek észrevettem. 20 személyes asztalok voltak. 22, mert ugye én is itt is egy Sturmführer, ezredes, Obersturmführer. Ezredes volt a brigádnak a parancsnoka, a brigád vezetője. Mind németek voltak. Hát nekem a nevem Gut. Német. És két katona elment a ebédért, kiadták el nagy kondírba, a levest 20 főre, meg a kását 20 főre.
meg egy nagy tálcán a kenyeret fölvágva 20 főre. Ha az 29-re kapott 30 hely, vagy 29-30 helyet, akkor kis gyufaszállal, amit elítéltek, csináltak a fenyőeszkából, oda tűzték egy gramot. Szóval szigorúan kiszámolták. Meghozták a kaját, kettő tartotta, egy pedig meregette, és tányérokba. Mindenki kapott tányért. Madzagon lukat csináltak, és itt lógott. Mindenki letette a tányérját az asztalra. Akkor megmondták, hogy most C betűtől ülünk le az asztalhoz. Nem oda ültem, ahol a tányérom volt. Sose tudta senki, melyik tányérhoz ül. Hogy ne tudjon senki már kivételni a másikkal. És ne is akarjon. És a legutolsó, ami kimaradt, az volt az ezredesé. Tehát nem volt ki. Szóval náluk, hogy úgy mondjam, testvériség volt. Meg, hát általában német név az megszervezi saját magát. Ma is. Nem véletlen. És így ment a kenyére, meg mindennel. Másnap K-betűtől ülünk le. Szóval így ment. Magyaroknál sorba mentek egyenként az ablakhoz a tányérral. Kinézett a szakács, ismerős lesz. Egy középről, egy másik középről. Alul van a sűrű, fölül a zsír. Úgyhogy mire volt, aki kapott két mocsingot, más kapott ötök a húst. Na, volt egy füstot azazot kaptunk. Hát vermelték a kutyáknak az azazot. Na csak ez így volt ebédosztásnál. Este meg kaptuk a kását. A merőkanál. Belemártja, oda vágja a tányérba kész. 10%-a rajta marad a kanálon. Ugye? A másik már megkapja, már 20%. A tizedik tányérnál már egy adag benne marad a kanálba. Ezért aztán dohányért, cigarettáért, pénzért adják el a kajosztók. Tehát így kopik el a ennivaló. Igen, ám, de a konyhán, hogy ne kelljen surolni a kondérokat, szintén behívnak három-négy embert, surolja a konyhát, tisztítsa, három-négyet meg, hogy üstöket pucolja. 8 ember. Na azok kapnak megint egy-egy adagot. Plusz. Így aztán 100 adagból 6-8 lemegy. Már a konyhán. Amit a katonák meg eszemek a tiszták, az mondjuk 3 adag. Az már 11 adag. A osztásnál elmegy már egy negyed része adagnak eltűnt. Nem kapja meg az ember. Tehát hiába jön be a kocsin, amit aztán elítéltek le, rohannak éjjel, és felborítsák a krumplit, felét ellopják. Tehát hiába keresik őket, a lágerben találják meg. Itt voltunk majdnem egy évig, itt hatalmas építkezés folyt. Ébredett hatalmas nagy kórház, színház, étkezde, fából, minden fából. Legelső száj anyagból, hát ott a talaga közepén van, ugye. Ott írtsák az erdőt, és épül a helyén a ház, meg az út. Jellemző, hogy mikor én eljöttem onnan, 8 hónap után, már trollibusz járt 8 kilométeren, ahol az előtt erdő volt. Már járt a trolli 8 kilométeren. És legalább 15 ezeren bent laktak már kész lakásokba. És hát akkor már 130 ezer dolgoztunk. Onnan elvittek az egyes lágerba, az első láger, egyes lágerba, és ott dolgoztam azon a környéken. A minisztereknek, hát ott lesz egy minisztérium, meg minden. Másfél millió nézetkilométer, Burdáka volt a parancsnoka, festettem a lakását egyébként. Hát dolgoztam éjjel-nappal, addig sikerült el gondolni, hogy mi történik. És kaptunk jó kaját. Ahogy felépült egy üzem, vagy egy gyár, vagy egy stb. A rabokból maradt ott valaki. Elengedték az idejét, és ott maradt. Tehát, amit kellett üzemeltetni, az mind a rabok maradtak ott. Tehát nem hagyhat el a környéket. 50 januárjától már fizetést kaptunk. Mondom most kell, hogy döntő többségét a bandiátok elvették. Egyszer majd nagyon mertek, mert nem adtam oda a pénzt. Le van írva a naplomba is. Két bordám is eltölt, úgy ugrált rajta egyik. Másik megfogta a kezemet, lábamat, harmadik meg, viszont hárman is nekem támadtak.
és azok nem dolgoztak. Minden brigádban volt három ilyen, azok nem dolgoztak, csak dolgoztatták a többit. Ez minden lágerben így volt. Körülbelül pár hónapja voltam a lágerben, mondta nekem a cenzor, hogy nincs ismerősöm Kárpátalján. Nincs. Ja igen, ott jöttek magyarok, kárpátaljai magyarok. Hárman. És én föltettem őket a brigádba, a festő tanulónak, mert meg lettem bízva festőbrigád szervezéssel tanulni. Munka közben, amit csinálunk, tanul meg festeni. Munka közben tanul meg vakolni, munka közben tanul meg tetőt fedni, ácsi munkát csinálni. Szóval minden szakma nem volt, meghaltak a háborúba. Oda lettek az emberek. Minden előképzettség nélkül felültettek az I-150-esre. Akkor jelentek meg az első I-150-ese. 49 nyarán. És 20 emberből 6-7 sofőr lett. 2 hét után. Ott tudta megvezetni. A papírt nem adtak róla. Nem kellett ott papír. Kövi Feri, Gúzó Gyuli, az hogy hiák volt. Kövi Feri ungvári volt. Húgával tudtam beszélni. Egyszer, amikor kimentem, akkor már lehetett Ungvárra menni, és akkor már Feri meghalt 55 évesen. Nem engedték haza, csak megadták, melyik városba mehet, amikor szabadult. Mert jó munkáért egy nap alatt 2-3-at is elengedtek. Akkor a cenzor kérdezte, hogy nincs-e ismerős a Kárpátalján. Nekem mondom, nincs, majd azt mondja, kérdezze meg Feritől. Ferinek volt egy osztálytársa, egy lány, 15 éves, azt mondja, írjak neki levelet. Írtam. 2 hét múlva megkaptam a választ. És akkor mondta nekem a cenzor, írjak a szüleimnek. Adjam oda a lánynak, mert ő, Feri mondta neki, hogy annak a lánynak az apja, az a vezető, ő viszi át a vonatokat Csapról Záhonyba, onnan meg vissza. Írtam apáméknak. A lány odaadta az apjának, az odaadta, átvitte a magyar mozdonyvezetőnek, az elvitte Pestre, feladta apámnak. Kerülő úton tudott hazaírni. Úgyhogy már 49-ben tudtam apámnak írni. Akkor tudták meg, hogy Irkutszkban vagyok. Nem írtam, hogy hol vagy valami, Isten ments. Hát úgy rám vágnak 25 évet, meg a cenzorra is. Meg az orvosnőnek, akinek ő adja a levelet, és kivisz Irkutszkba, és feladja. Orvosnőnek a apját, anyját elvitték a lágerba, meg is haltak. Már vagy 10 évvel előtte, Sztálin alatt. Úgyhogy beszéltem is vele. Akkor elég jó beszéltem. Hamar megtanultam oroszul. Hát lengyelül is, németül is tolmácsoltam 4 nyelven. Én hamar tanulok nyelveket. Ott voltunk egy pár napig, majd onnan tervonattal elvittek Fatelepre. Hatalmas épület volt. Éjjel-nappal dolgozott. Az éves terve 220 ezer köbméter volt. Fűrészáru. És ott erdőtáson dolgoztam, és ott külföldiekkel voltunk együtt. Japánok, koreaiak, kínaiak, perzsák, szóval külföldiekkel voltam együtt. És egyszer csak május 1-je, mondom, hogy elsőjén már nem voltam tartóztatva, másodika, még ünnep. Harmadikán nem vittem ki munkába. Bevittek a sötét kamrába. Majd délután értem jöttek, mentek a parancsnokhoz. Hogy miért nem mentem ki munkába? Azt mondom, hogy miért? Nekem lejárt a büntetés, 2 évet kaptam. Lejárt a büntetés. Mások megkapták a szabadnapokat. Én nem kaptam szabadon első napokat, azt is esik kapszották. Mondtam neki, nem vagyok hajlandó dolgozni tovább, engedjenek haza. Na, menjek vissza a barakba, holnap 5-én vagy 6-án volt. Majd megkapom a papírjaimat az egészt. 6-án vagy 7-én jött egy katona, fegyvertelenül menjek vele, 12 kilométerben egy női tábor, ott van egy orvos, oda jöjjek. Orvos megvizsgál, egészség állapotom milyen. Elmentünk, jó messze volt, hát volt vagy 15 kilométer.
El is fáradtam, leültem egy padra, hogy bement, fél óra múlva kijön, na menjek be. Bemegyek, de nem vigyázott rám senki. Mondom, egy orvosnő, szédülök? Nem. Szemem, fogam, megnézte, jó. Egy fizikai fájdalom nincs, jó, meg mehet. 3 perc. Papírpecsét, mehetünk vissza a lágerba. Ezért kellett elmenni 15 kilométert. De most mondom, mit csináljak? Hát menjek be az irodába, megkapom a papírokat, ami kell. Kaptam volna egy pénzt, meg 10 rubelt, bogatolik. Meg egy ekkora kis cetli papírt, amire valami volt írva, meg is meg se, nem volt lezárva, meg se része, már nem érdekel. De adjak le mindent. Leadtam mindent, de hát mondom, éjszakára hova induljak el? Hát ott maradtam a pricsen, ott feküdtem, takaró nélkül, minden nélkül. Másnap reggel elindultam gyalog. Vagy 15 kilométer gyalog voltam már, 35 kilométer. Mikor utolért egy mozdony, arra felszálltam, intettem, megint, hogy felmegyek, gondolta, hogy lágerben vagyok. Mondtam meg, hogy itt a papírom, na, az ismeri az embereket. És vagy 2 kilométerre a vasútállomástól lassított, megállt, azt szálljak le, mert ő nem mélyet engem tovább. Baja lenne. Leszálltam, bementem a 2 kilométert, bementem a pénztárhoz, emberek jöttek, mentek, volt egy tengerészsel, éppen 2 deci vodkát ittak mind a ketten, hogy csak pohár visszák a vodkát. Maradt egy kis pénzem, ugye, vettem, vagy 2 rubellért valami nápolyi féleséget, megettem, kész. Azt mondja, van egy vonat, de arra nincs jegy. Viszont jön egy vonat 4 óra múlva, délután nem tudom én hánykor, arra van egy bogatolik. De mondom, most megyek én 1500 kilométert Bogatolba. Miért kell nekem oda menni? Miért nem küldték le Moszkvába a papírokat? Ha egyszer kezd. Na jó, mentem. Másnap, május 8-a. Háború vége ünnepe. Sehol senki. Na, Bogatóba leszállok. Már jól olvad, pocsolja mindenhol, itt ott még van hó, jég. De már nagyjából el van olvadva a város. Trotuár, ilyen teszkai járda, felhely kitörve. Látni, hogy elhagyja volt világ, de nagy város. És te akkor, ami Miskolc, hanem 2-szer akkor. Érdekelődik, hogy merre van a rendőrség. Jól beszéltem már oroszul, persze akcentus. És akkor elmentem a rendőrségre, bemegyek, mutatom a papírt. Az mondja, igen, ide kell jönni, ekkor és ekkor, de most a parancsnok nincs bent, mert ünnepi este van. Jöjjek be hónap reggel. 10 óra felé megjött a parancsnok. 9-én. Már akkor nincs ünnep, 2 napos. Egy papír azt mondja, hogy a papírjai még nincsenek itt, el kell mennem Tyúkjédba, ott kell megvárni, amíg a papírok megjönnek. Megint tudom, hogy hazugság, nem igaz. Hát oda nem jött, ide nem jött, nincs akkor, miért járt össze-vissza? És ha nem jövök ide, hanem melyik egy jegyesen tovább, csak hát nem volt pénzem volna egy jegyre. És hiába a szövetőből ment megszökni. Szabadult 7 év után, megadták magukat többen zsidó tisztek a szovjeteknek háború elején. És akkor azt mondtam, hogy nagyon jó, éppen kellene a fronton ilyen tisztek. Ők nem harcolni jöttek itt, azt mondja, hanem azért jöttek el, nem akarnak harcolni. Nem, kaptak mind 7 évet. Letelt a 7 év, úgy, mint én, elengedték, de nem haza. Meg lement, és határa át akart venni. Elkapták. Na, elmentem Tyúkjédba. Mert odaértem 45 kilométer. Nem mondtam,
se egy falu közelben, semmi. Egy ház volt, két épület volt összesen út mellett. Bementem oda kérni egy pohár vizet, mert közben ettem a havat. Olyan bokrokba, amúgy nem volt már hó. És iszonyúan elfáradtam, már úgy fájt a combom, a lábam, alig bírtam menni, mozogni. Vártak a rendőrségen, nem volt áram. Csak akkor van áram, ha jó vízállás, mert van egy kis erőmű, az adja, nem a településnek, csak egy pár épületnek. És a főhadnagy volt ott, Gyomko, meg a titkárnője, szép kis saj volt. Később feleségül vette, elvált, és feleségül vette. És leültem a padvadra, rágyújtanak, nem kínál meg. Azt mondják, már várták, hogy jövök, mert itt volt a telefon tegnap is. Meg már régebben is, hát, hogy úgy kerültem én oda, hogy a két tisztvák engem fölhívott. Rájkit kérdezni. Annak az egyiknek a felesége Puzánovói volt, abban a járásban, ahova én kerültem. És volt egy húga, gyönyörű lány volt, a legszebb volt a azonosát, hogy gyönyörű szép nőt. Két jobb idősebb nálam. És kiszemeltek engem, hogy majd én feleségül leszem. Már ott elhatározták. Azért nem engedtek a napokat se el. Hagyd maradjak ott. Kivisz egy erdőításra, jó, tönkre megyek. És örülök, hogy élek. Nem engedtek el. Ez meg volt csinálva. Később ezt megtudtam én. Hát már akkor később volt. És mit tudtam volna csinálni? Semmit. Tehát így fogott volna. Látod, hogy egy eléggé művelt srác, eléggé jó képű gyerek, hát szép ember voltam, mint férfi is. Később hozzám akart jönni a csajszi. Majd ült a combomon. Az anyja apja meg várt, hogy a vodkát megisszunk, és akkor házasság. Közben a vőlegénye meg azt alá kint, meg vagy 25 ember. És én megyem feleségül. És mondom, másnap arra még hívnak, tüdőbajos, azért vitték a hadseregbe. Amúgy férfi nem volt. Nem volt szabadságjuk se, 60 éve kaptak először szabadságit. Korosztagok. De csak az, hogy ott se volt ott a parancsnok, főhadnagy mondta, hogy már vártak, tehát tudták, hogy jövök. Meg volt minden beszélve. Itt van szemben lakik a őrmester, aki most oda van Puzánovóba, ahol nekem menni kellett volna. Puzánovóba szénáért, hát ha már egyszer ott van, akkor hozzon szénát is. Megbeszélt a elnökkel, hogy majd hónapján valaki, és stb. Stb. Intézkedjen. Tehát mire én kimentem Puzánovóba, már minden el volt intézve. Az is, hogy hol leszek, meg kivel leszek. Átmentem a szomszédba, az asszonyhoz. 6 hónapos volt a gyerek, éppen szoptatott. Mondtam, hogy miért jövök. Azt mondja, jó. Azt mondja, hát itt van egy fegyhely, meg hát az van még egy pár főtrump, meg egy filiter tej, vacsorázza meg. Persze felszámolt teljes vacsorát az állam felé, meg teljes reggelit. Reggelit nem is volt. Azt mondja, hogy álljon, hogy feküdjek be, sok a poluska. Takaró, meg bunda, meg minden, bunda mindenkinek van a Szibériában. Bunda az élet. És lefeküdtem. Gondolkodtam a sorson, hogy hova kerültem, mire kerültem, miért alakul ez így. És kezdtem összerakni a dolgokat, hogy valami összefüggés kell, hogy legyen, és mindenhol tudnak rólam. Valami, valakik itt valami összeesküvés csinálnak velem szemben. Igazságtalanságot. Nem igaz, hogy ez szörvényben van, erről nem tud senki. Aztán később a ezredes, aki engem hívott a rájkínozni, ott volt az esküvőn. Ott volt, meg is ismert. Csak ő a sógornőjének akart. Közben a járási pártitkárnak. Ott volt a rokona, Volkova, akinek a fia lánya meghalt a háború alatt, nem a harcokban, a betegségben. És a három lány unokáját meg a nagymama nevelte. És ő volt a járási elnök. Na csak hát mentem ugye.
Mondták, hogy ne az első úton, hanem a másodikon menjek befele, az 2 kilométerre messze van, mert így megy a út, és akkor itt bemegy az út, így és úgy. Ez meg így és így. Tehát ezt levághatom, de az sáros még az út. Hát második út, 13 kilométer, befordulok, de még nem reggeliztem. Egy 1,5 kilométert megyek, gyönyörű szép, meghagyott erdők, meg minden, szép erdők vannak. Látok egy lóháton egy embert. Nagy darab ember, fekete hajó, vagy nagy fekete sánka volt rajta, bőr. Áll üzlalóan és messze, mint egy vitéz. Kilométerre lehetett. Mentem egy 200 métert, a lovas megfordul és elmegy a falu irányába. 4 kilométer volt a falu. Tehát 4 kilométer volt a falutól. Megyek, 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 sehol senki. Kapu nincs bezárva, tél van át. Mindenki. Akkor még se nem szántanak semmi, még a bokorokon, mint ahol van. Folyókon még volt úgy, hogy május 9-én egy 100-as traktorral, ami maga 10 tonna, rajta voltunk 20-an. Mentünk át a patak jegén. Május 9. Következő évben. Megyek, sehol senki. Ezt így jön egy asszony, ki vödőrrel megy a kútra. Egy kút volt a faluban. Mert folyóról hordták a vizet, de akkor most ilyen tavasz van áradás, piszkos a víz a folyóban. És akkor tőle megkérdezem, hogy hol lakik az elnök. Mondja, hogy arra menjek lefele. Hebeget, habogott, úgy meg volt ilyen. Szólt nekem, akkor az elnök, hogy fogok jönni. Akkor jöjjön ki. Senki nem volt még ablakokban se. Szólt elő, hogy senki legyen sehol. Na, lementem hozzá, már várt. Azt jártam. Megkérdeztem, hogy nem magáltott a lovon. De azt mondja, igen, már várt. Na jó. Volt ebéd, sí, meg a stb. Oroszos ebéd. Megebédeltünk. Azt mondja, hogy mindjárt elmegy. Hogy 3 órumra visszajött, na menjünk. Mentünk Volkovához. Nem oda, ahova kellett volna. Ha ezzel is akart, bár oda vitt volna. Volkovához mentünk. És úr, 17 éves volt a hoga, 12, a nővére meg Szálinó volt a férjével, szerződéses munkán. Egy óra múlva, itt meg volt csinálva kaja, minden, sütve volt egy ilyen szuskitő, ezek a karikák, meg minden rántotta volt sütve. Jó, megvacsoráztam. De akkor meg pár fiú átjött, 18 éven alul volt mind, 15, 16, 17, mert 18 éves viszi katonának. Kolhozva egyetlen egy, aki egészséges, 18 éven fölüli, aki nem nős, nem volt. Egész fiatalságot volt. Volt vagy 4 vagy 5 fiú, meg vagy 10-12 lány. És az egyik egy nagyon-nagyon szemrevaló lány volt. Meg 2 szintén szép, de szinte mintha egy királynő volt. Nem mert egy csuklott, amikor megláttam. A lényeg az, hogy itt az eltelt néhány hónap, senkivel nem foglalkoztam, senkivel nem beszéltem, dolgoztam, mint egy üszű, ne kell gondolkodni. A falu lakosságának a 5. helyét szereztem a munkahelyiségbe, holott nem januártól kezdtem, hanem csak május közepén. És november végére nekem már annyi volt a munkahelyiségem, hogy 5. helyet foglaltam el a faluba. Na, de hát túró az egész, hogyha annak itt 3-4 más a gabonát. Jött a november 1-e, most a születésapom volt. Jött a november 7-e, a nagy ünnep. És olyankor kötik a házasságokat. Egy nappal korábban Viktor Kremihin, meg Marussia mentek a ismerőséget meghívni a holnapi esküvőre. Hozzám is jöttek, de nem voltam otthon. Egyébként mindig csavarodtam a volt időn. Mit legyek ott ki, hogy mit beszéljek? Senkivel nem beszélgetem, semmiről soha. Olyan magányos voltam, egyedül barangoltam. És nem voltam ott.
Majd mentem följebb, ott volt a nővére, egyik rokona. Ott éppen náluk beszélgettünk, és azt mondja, hogy volt érted is Marussia hívni az esküvőre. Nem voltam otthon, és mondom, én hozzám, hát nem Volkovához, vagy a Surához. Nem, engem akartak meghívni. Én mi vagyok? Soha nem beszéltem vele, egyszer se egy szót se. Nem is abban a brigádban dolgoztunk. Én abban a brigádban nem is tudom, hogy kik voltak. Én az mi utcánkban éltem az életem 5-6 hónapot. Néha jártam itt ide-oda, amikor muszáj volt, de amúgy nem. Tehát én abban a csajjal nem is találkoztam utána. Gondolom magam, a kár volt nem itthon lenni, megláttam volna újra azt a csajt. Másnap reggel indulnak be a városba, indulnak a esküvőre a rokonok. Én meg éppen indulok be a, hogy hívják be, a klubba. Aki nem fél be az esküvőre, az megy a klubba. Dominóznak, kártyáznak, játszanak. Fölkísérnek a dombon, és karon fognak, és cibálnak. Gyere el az esküvőre. Én, minek? De gyere el, gyere, téged ott várnak, engem ki. Ne törődj vele. Hát elje fele, elmegyek. Bevisznek a konyhába. Marussia már ott ül a koszorúval, szóval a fátyol mindennel kiöltözve. Meg a ezredes is. Meg még vagy 25-30 idegen. Meg vagy 10 a kolhozból, akik meg vannak hívva. Tehát körös körül 4 aszfal és körös körül emberek. És üljek le. Jön az anyja, de jön az apja is, és hozzák Marussiát. Jön Marussia, úgy, ahogy van, megy asszonyként. És ahogy ültem, így ültem, oda jön, és ide jön a combomra. Akkor azt mondja nekem, hogy Zoltán, Tarzsamar, beleteszi pohra ölébe is. Egyéb vodkát beletöltenek. Ott az a törvény, nem kell papír. Az a törvény, hogy megiszák a vodkát, házasok. Mondtam, hogy de én nem akarom őt feleségül venni, hát én nem akarok megnősülni. Átölel, tartsa a vodkát, és zokog egyetlenül. Ajtó nem volt becsukva, csak egy függöny volt. Nem mondom, értség meg, én haza akarok menni. Hát egy nevezetőségét maradnom, én haza akarok menni. De hát ő a legszebb lánya környéken, okos, művel, mindenre megvan. Mi is segítünk, a rokosság is gazdag. Dolgozod se kell annyit, mint eddig dolgoztál. És téged Marussia imád. Hát miért nem keresett meg hamarabb? Mert beszéltünk volna egyet másról. Mondtam, ide figyeljenek. Marussia meg zokog, mint a veszett Isten. Én ezt a poharat kiszom, de Marussiát feleségül nem vehetem. Mondom, nekem Isten áldása lenne ez a nő. Ha én itt élnék, itt születnék, és itt laknák, de így én nem tehetem meg, mert akkor én itt ragadok. És nekem a hazám az első, meg a család, meg a múltam. Meg nem tagadhatom. Ő mondom, egy gyönyörűség, meg se érdemlem. Szétjönik a függöny, és Viktor Harmén megnézni, hogy gyere már a mennyasszony. Csak bámul, néz, tuberkulózisos volt. 23 éves. Azért nem vitték be katonának. Bevitték, de vissza is küldték. Egyszer arra jártam a mennyiségbe, arra jártam. És bementem. Marussia ott volt, talán lerobbanva, sehogy nem nézett ki. Azt mondja, látod, mit csináltál velem? Ez lettem én. Ezt élemeltem én. Na mondom, szervusz, ne haragudj. Bocsáss meg nekem. Ott hagytam. Elmentem. Bementem egy asszonyhoz, akinek a férje katonatiszt volt. De egyik ápolónőt, megsebesült ápolónőt összeállt vele is. Eljött a feleségéhez, 2 gyereke volt. Azt mondta, hogy én vele akarok élni, és tőled elválok. El is vált, fizette a tartásért a gyerekei után. Ott nem kell tartásért fizetni, mert állam fizet. De ő fizette. És elmegyek hozzá. Örülök, kap egy férfi. Vissza nem megyek, mert akkor surkába kell feküdni, november esélye van. Mit gondol róla, nézd meg a falon, meg stb. Ott hagytam. És ott is maradtam, mert mindjárt első este
Meg is bújt hozzám így első este. Jó alakú asszony volt. 36 éves. Na, ott voltam tavaszig. Tavasszal aztán adjö. Csináltam néhány szép rajzot nekik. Ott talán színeszerűt állt, vagy hát volt neki. Meg rajzpapírokat is csináltam egy pár rajzot. A végén már Sorbóda jártak, csináljak ilyen rajzokat. Beüvegezték. Aztán tavaszodott, vagy jobb volt az idő, még volt hó, március 23-a. És közben megtudtam, hogy Oszkárok, vagy 8 kilométer, ott van egy magyar, Somogyi Pista. Volt egy folyó, kis patak, télen 8 méter magas a víz, nyár 80 centi, meg 20. Híd már tönkre ment, meg se csinálták, nem járt össze a két falu, ott ukránok laktak. Szibériában egyik faluban ilyenek, olyanok, amolyanok, ahogy betelepültek. Bemegy két-három család, utána két-három rokon, utána még két-három család, a két-három falubeli, és így 200-300 ember az élet. Éppen mentem Ivanovkába, majd gyalog. Tyúcsét, majd Ivanovka. Olyan 50 kilométer Budánomhoz. És látom, hogy a hídon, a folyó híján, már Tyúcsénton túl 2 kilométerre, áll egy szán, nagy traktor húzza, a hatalmas nagy szán. Rajta vagy 20 megáll. Asszonyok, meg Somogyi Pista, meg a többiek, nem tudom, hogy Pista is. Azt mondtam, hogy Ivánovka messze van, itt van azért 27 kilométer. Jó, megyek. És mondom, ott lakik egy magyar. Azt mondja, magyar, itt is van egy magyar, hol? Kiabáltak Somogyi, Somogyi, Pista, Szepán. Oda, Szepán, már akkor leveleztünk. Azért mondtam, hogy majd jövök. És akkor találkoztunk először Somogyi Pistával. Na csak a lényeg az, hogy ott maradtam én is dolgozni, edőtáson. Majd kimentem a faluba szállásra, aztán egyszer meguntam a ott létet, elmentem vissza Puzánovóba elnökhez, hogy van-e valami jó megfelelő helyt, gyertek bármikor, ha akarok. Nem mondom, melyik erdőításra. Elmentünk egy másik erdőításra, ami csúszk fele van, tehát Tyúcsétől északnak. Ott voltunk, hogy 2-3 napig, nem tetszett a dolog. Két olyan srácra kerültem össze, akik csak italiát az eszik, amit kaptunk. 20 rubelt, 2-3 napra mindjárt meg is itták. Ott hagytam őket. Visszamentem. Na mondom, itt volt valamikor, mert kocsival, vagy szállnak, mikor, télen vagy nyáron, átmennek a fiatalok. Hát főleg lányok, mert fiatal férfi nincs. A másik faluba ismerkedni, hát ha valami kotragad, pár talál, vagy félhez tud menni. És láttam, hogy van közöttük egy lány, aki igen csinos. Hasonlít a Marusziára. Nem olyan, csak hasonlít. Elmegyek oda Marusziát. Ha már nőhez kell lenni, akkor eltelt egy év. Semmilyen papír, sehonnan. Hiába mentem. Érdeklődtem. Semmi. Elmegyek. Mondom, bementem elnökhez, hogy ezt meg azt keresem, hol lakik. Már nem lakik itt félezben, elvette a könyvelő. Igen, na jó. Hát mondom, itt és itt dolgoztam. Most éppen szabadságon vagyok, mert szabadságon voltam, ott egy szabadságon. Elmegyek. Azt mondja, maradjak itt addig, hogy hiába kolhozva. Addig itt dolgozhatok, én ki is fizetnek. Mennyire? Hát azért tavaly 35 deka volt egy munkaegységre. Ne egye meg a fene. De azt mondja, most itt készült egy vannak száműzöttek, egyik srác feleségre akarta venni a nem tudom milyen csajt, mondta a nevét neki. Kész volt az esküvő, de föl abba maradt. Ott van minden. Csak meg kell enni. Átviszünk téged oda. Mondom, én akarok megnősülni. Haza nem baj, ne törődjek vele. Szárkó, még rajta a csengők, visznak a faluba. Hát 2 kilométerre csak a falu, 2,5. Föl a dombon, temető mellett, ajtó nyitva, második háznál, előtt a patakról jön fel egy lány, karamiszül a nyakába, rajta 2 ödör. Meg van versbe írva. És akkor
visszafordulok, a lány is megfordul. Kilocsent a víz. Van ott a fedő, de kilocsent a víz. És ment befele. Néztem, hogy szőkehaj kibukva a kendő alól. De mentünk tovább. A falu túlsó végén. A főút volt egy másfél kilométer, de csak 70 ház volt az egész falu. Egyetlen egy utca. És bekogunk, stb. És mondták, hogy szállást keresek egy-két hónapra. Azt mondja, hogy hát nyugodtan lehet, jöjjenek be. Mondja, az előbb fél éjjel az asszonyt, valamit süsszorogtak. Az asszony lement a pincébe, mindjárt hozta a szamagont, vodkát, kaját, piát, mindent, tehát esküvőre volt készülve. 10 perc múlva, mert jött a sotavód, jött a könyvelővel mindjárt, jött az elnök, meg a brigádvezető, meg én, négyen. De egy óra múlva voltunk 20-an. Énekelnek, dalolnak, iszunk. Csaj is ott ül mellettünk. Tehát 1000 kilométer ahhoz képest, amit én lehetett volna. Esek el. Csak mondom aztán a előknek ott a sütjében, hogy mi lesz. Azt mondja, ne törődjek vele, majd a koloszból mindent megadunk nekik. Ez úgy is megmarad, ott van a pincébe, hát ki fogja elfogyasztani. A lányát meg itt hagyták. Közben az a csaj, aki volt a vödör vízzel, az is ott volt, de hát ki volt öltözve, nem ismertem meg, hát nem is ismertem. Na, eltelt egy hét, két hét, megrogott a ló. Itt van nekem egy kis bemélyedés. Tésapka volt rajtam, a ló hátra rúgott, nem akart elindulni, nehéz volt. Itt pont telibe talált, hátra zuhantam. Vérzett kényelmül. De szerencs, hogy a duplán fölhajtott, tésapka volt rajtam. De amúgy érezni, így is érezni, itt van a luk. És csak bevászorogtam a ökörrel, mert néha elmentem dolgozni, azért is kapok majd valamit. És mindjárt hívják egy sajt, jön elő egy igen csinos lány, hozzá, ki volt képezve, még háború alatt ki volt képezve, felcserlek. Mindjárt megmosta, beszúrta, tette valamit oda, anyagot, beragasztotta a kész. Azt egész jól nézel ki. Mondom, téged hogy hívnak? Így és így. És akkor így mondják nekem a fiúk, hogy Zoltán, ezt a nőt, ha már jöttél ide lánynézőbe, ezt a nőt vett feleségül. Mert amíg ezt én el nem viszi, itt senki nem fog férhez menni. Azért egyik lány sem viszik el, még ez itt van a faluba. Mindenki őt akarja. Már két kérőjét kiutasította. 54 januárjában beírtak a rendőrségre egy csomagom, egy levele érkezett Magyarországról. Bemegyek, hát egy elég vaskos levél, kemény minden, fölbontom, benne egy magyar útlevél. Olyan szép útlevél, hogy az életemben nem láttam. Azóta se. Azt így írjam alá, hogy megkaptam az útlevelet, ezt most elküldik Krasznojarszkba, ott hitelesítik, és azonnal mehetek haza. Aláírtam, januárban volt. Elküldték Krasznojarszkba. Egy hét, két hét meg a rendőrségre, még semmi válasz. Egy hónap, két hónap, semmi válasz. Április, semmi válasz. Hát mondom, ne te meg a felállt, most már én magyar állampolgár vagyok, ott van az útlevelem. Megyek haza. Bementem a gépállomásra, közben iskolát végeztem. Külön írtak Sztálinnak a keremben, hogy itt van egy magyar fiú, de német a neve, de nagyon okos, nagyon eszes, és kombánygépészeket kell a városnak elküldenie. Hármat. Egyiket őt akarjuk, hogy elmeseljen kombánygépésznek. Állampolgársága a magyar. Jó. Nem akartam aláírni. Aláírtam. Jött a papír, mehetek. El is mentem. El is végeztem. Nem akartak elengedni onnan. Mondtam, de én nekem hazamehetek, itt van útlevelem. Megmutatom a papírt, hogy megkaptam az útlevelet. Na jó, mondta Branovics, hogy tegyétek arra, hogy én nagyon rendes ember vagyok, megengedi. Leszámoltam, megkaptam a fizetést. Irány Bogatol. Elmentem Bogatolba. Akkor már feleségem volt, már feleségül vettem. Azt is úgy vettem, hogy egy hét múlva lementem el a
másik faluba, ott volt az iroda, vettem két üveg vodkát, megittem a társasággal, rögtön kiadták nekem a már a meglévő igazolványomra. Kiadták a pecsétet, hogy megnősültem, senkinek nincs ilyen Magyarországon. 57 szerződésig kezdtem meg a határa, ott 4 óráig vizsgálták a nálam lévő iratokat, nem iratokat, írólapait, naplót. Elkobozták, nem adták vissza, átengedtek. A határon az útlevelemet lefoglalták. Kaptam egy kis papírt, ekkora papírt, stencilezetet, alig egyet elolvasni, úgy, mint hadifogolyt értem haza. Estére mondták, hogy be kell mennem Nyíregyházára, 1-2 hónapig ott kell lennem, de kapok 20 rubelt, vagy 20 forintot. Erről én már hallottam, hogy én szovjet tiszti vonattal mentem. Visszamentem a vonatra, ott hagytam a 20 forintot, és hazajöttem. Lejöttem a Keletinél, akkor még nem volt metró, ott mentek a villamosok. Kijöttem, fölnéztem az órára, 11:30 éjjel. Március 21. Na, ezt nem fogom soha elfelejteni. Őszi napi egyenlőség, és szeptember 21. Most már itthon vagyok. Akkor még nem tudtam, hogy mi vár itthon rám. Itthon rosszabb volt, mint az, aki. Már nem összességében, de utolsó egy-két hóramban. Nagy változások voltak, ott hatalmas változások voltak. Fél év múlva nem tudtam intézni semmit. Vissza akartam menni. Elutasítottak. Dobinak írtam, adjam be a papírokat, támogatni fog. Elutasítottak. Bementem Andropovhoz, akkor még ő volt a nagykövet, később jött a kommunista párt elnöke, és mondtam meg, hogy mi a helyzet. Hát az ilyen sajnos, hogy semmit nem tehet, egyet megtehet, elintézni egy család ide jöhessen. Akkor valaki megnősült egyetemista, életbe telt, mint a feleségét hozni. Elintézte, jöttek. Úgyhogy úgy kikerültek ide. Addig tudtam elhelyezkedni. Bement Vandorpóz, mondtam, hogy megjön a család. Itt nem akarnak alkalmazni. Hát akárhova mentem, mindenhol problémák voltak. Visszaeső politikai bűnöző. Hát hol volt a visszaeső politikai bűnöző? Akiben 6,5 évig Szibériában volt, az már csak bűnöző lehet. Itt egy kis ekkora cetli papírt, összehajtogatót adtam, megyek levele hajmáskére, hagyom a gluholnak. Odaadtam. Rögtön alkalmaztak 3-szoros fizetéssel technikai tolmácsnak. Rögtön alkalmaztak.